tisztelt hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit én is több emberre számítottam, de ahogy hallhattuk már egy előző felszólalótól, úgy látszik, hogy még nem fáj eléggé. Bár igazság szerint nem tudom, hogy a magyar nép mire vár még, mennyire szeretné még, hogy fájjon, hiszen hogyha csak az elmúlt hónapokra gondolunk vissza, akkor én azt gondolom, hogy a magyar nemzet legtöbb résztvevőjének, a legtöbb családnak már ezek az intézkedések így is nagyon-nagyon fájnak. És hát egy kicsit visszakanyarodnék oda, hogy hogy lehet erre kiutat keresni, mi a mi szerepünk ebben a jelenlegi helyzetben. 2018-ban, amikor ezt a pártot megalakítottuk, akkor úgy elgondolkodtam rajta, hogy milyen céllal tesszük ezt. És én arra jutottam, hogy a cél az nem lehet kevesebb, mint hogy ennek a nemzetnek, ennek az országnak végre egy emelkedő pályát keressünk, hiszen itt úgy gondolom, hogy nem csak én unom már ezt a 33 éve tartó lejtmenetet. És akkor én úgy gondoltam, hogy kell valamilyen katartikus élmény ahhoz, hogy mi berobbanjunk a köztudatba, hogy mi átlépjük az inger küszöböt, vagy átüssük az üveg plafont, és az emberek felfigyeljenek ránk, mert ez szükséges ahhoz, hogy mi erősödjünk, és idővel majd remélhetőleg kormányzó tényezővé váljunk ebbe az országba. De nem igazán értettem, és nem igazán tudtam, hogy mi lesz majd ez a tényező. Aztán 2019 év végén jött egy olyan dolog, amire nem igazán voltunk felkészülve. Jött egy olyan világjárvány, amiben most nem igazán merülnék el, de talán az mindenki előtt világos, aki itt van, hogy ez nem csak úgy magától kreálódott, nem attól, hogy a kicsi kínai megette a még nála is kisebb denevért, hanem valakik, egyesek, bizonyos érdekkörök újabb támadási felületet nyitottak az emberiség ellen, és ránk szabadítottak egy ilyen kamu laborszökevény vírust. És akkor az emberek elkezdtek gondolkodni, hiszen egyedüli pártként álltunk ki a Covid diktatúra ellen, és azok ellen az észszerűtlen, elmebeteg intézkedések ellen, amiket akkori és a jelenlegi kormány foganatosított. Akkor az emberek rájöttek, hogy igazság szerint az ő pártjukon rajtunk kívül senki nem áll. És szépen lassan, ahogy jött a nyár, a Covid diktatúra mindig kezdett lecsengeni, de aztán valahogy mindig felvették ezt a fonalat, és mindig próbáltak minket ebbe az örvénybe egyre jobban lehúzni. Most pedig, ha nem lenne elég bajunk ezzel a kreált járvánnyal, és azzal, hogy leállították két évre a gazdaságot, aminek tudtuk, hogy borzasztó és óriási következményei lesznek, akkor most még dobnak rá egy lapáttal, vagy maximumra állítják ezt a potmétert, hiszen láthatjuk, hogy nem volt elég az, hogy ennek a mesterséges leállításának a következtében gyakorlatilag elszabadultak az árak, vagy voltak olyan termékek, amik nem is voltak jelen a piacon, hanem most ezt még sújtják egy óriási inflációval és egy újabb kreálmánnyal. Hiszen láthatjuk, ahogy az, ami most zajlik ebben az országban, ez nem egy természetes folyamat. Nem lehet mindent a keleti szomszédunkban dúló, egyébként orosz-amerikai háborúba fogni, hiszen nem mindennek ez a kiváltó oka. Értem én, hogy jelenleg a Fidesz kormányzásnak borzasztó jó jön ez az avuász és ez a kártya, hiszen van mire hivatkozni, de mégsem lehet mindent ezzel indokolni. És azt is megmondom, hogy miért nem. Azért nem, mert hogyha valahol a harmadik, negyedik világban élnénk, egy sivatagban, akkor ezt elhinném, akkor ezt megérteném. De mi abban a kivételesen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi a Kárpát-medencében élünk. És a Kárpát-medence, hogyha még valakinek esetleg ez nem lenne egyértelmű, akkor egy teljel mézzel folyó kámán, egy igazi földi paradicsom. Hiszen itt mindenünk megvan ahhoz, hogy túléljünk bármilyen nehéz időszakot. Akkor mégis hogyan lehetséges az, hogy a medence szóba sok minden benne van, az évszázad aszálya sújt éppen minket, hogyan lehetséges az, hogy a kormány nem tett megelőző intézkedéseket erre, hogyan lehetséges az, hogy most sem tesz kellő intézkedéseket arra, hogy meggátolja ezeket a folyamatokat, és megakadályozza azt, hogy vagy éhínség legyen ebben az országban, vagy egész egyszerűen olyan drága legyen az élelmiszer, amit már nem tud kifizetni a legtöbb család. Hogyan lehetséges ez? Hát ez úgy lehetséges, hogy
valamiért nagyon úgy néz ki, hogy Magyarország jelenlegi magát nemzeti, keresztény és konzervatívnak tartó kormányának ez nem célja. Azért lehet ezt mondani, mert ha célja lett volna, akkor egész egyszerűen az elmúlt 12 évet arra használta volna, hogy önálló nemzetgazdaságot épít, és leteszi azokat az alapokat, amik ilyen nehéz időszakban ennek az országnak, ennek a nemzetnek a bástyái kellene, hogy legyenek. De ez nem történt meg. Rengeteg milliárd úszott el mindenfelé, elhitették az emberekkel, hogy egy jóléti társadalomban élünk, elhitették az emberekkel, hogy dübörög a gazdaság, és most látjuk az összeolvás szélén, hogy ez egy nagy hazugsággal teli lufi volt. Ugyanis ez lassan ki fog durranni, hiszen most már olyan nagy problémák vannak, hogy az államháztartásunk működése is meg van kérdőjelezve, nem az van megkérdőjelezve, hogy a gazdaság továbbra is fog-e dübörögni, avagy sem. Amikor az építőipari vállalkozók úgy engedik haza fizetéskor az embereiket, hogy a következő hónaptól az sem baj, hogyha már valahol munkát keres magának, mert ő nem biztos, hogy garantálni tudja neki a következő havi fizetés. Amikor úgy hívnak fel emberek, sírva, férfi emberek, hogy nem tudják eldönteni, még messze van a tél aránylag, hogy télen a gyerekeinek majd enni adjon, villanyszámlát fizessen, avagy fűtsön valamivel. Ha egyáltalán lesz mivel. Hiszen most már a gáznál nem az a legnagyobb probléma, hogy nem tudjuk, hogy hanyas szorzót raknak rá éppen emelésként, hanem a legnagyobb probléma az, hogy nem tudjuk, hogy lesz-e. De hát most láthattuk, ahogy a magyar kormány a fakitermelésnek a mértékét próbálta emelni ebben az országban, de én magam is, mint erdőgazdálkodó, ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltam. Hiszen rengeteg erdész és erdőgazdálkodó kollégám pedig azt mondta, hogy egész egyszerűen törnik őket erdő részletekről, mesterségesen nem engedik, hogy bizonyos erdő részletekre megkérjék a vágás engedélyt, ezáltal fa hiányt eredményeztek egy olyan országban, ahol az erdősültség talán nem a legutolsó európai szinten. És ez az 1 millió köbméter tűzifa, ami most hiányzik a piacról, ez sem véletlen. Hogyan lehetséges az, hogy 100 embert érdekel egy Győr városában az, hogy egyáltalán valami nagyon nem jól működik. Valamit tennünk kéne érte, hiszen április 3-a óta még nem sok idő telt el, de minket már most nagyon átvertek, és nagyon-nagyon madárnak néznek. Hiszen nem elég az, hogy az alapvető élelmiszerek, az alapvető használati termékeknek az ára az hétről hétre emelkedik, valaminek csillagászati ára van. Nem elég, hogy a csokkal egyébként élő, de most azzal küzdő, bajba jutott építkező családok hatalmas problémákkal állnak szemben, az 1-2-300 szorosára emelkedett, 300%-kal emelkedett építőanyagok miatt, erre még rájön most ez a rezsicsökkentés csökkentése, és erre még rájön az a bizonytalanság, ami egyáltalán az energiaszektort érinti. Hogyan lehetséges, hogy egy olyan kormány, amelynek kétharmad felhatalmazása van, most már 12 éve, nem tudott megelőző intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy ne jussunk idáig. Erre nagyon egyszerű a magyarázat. Nem is akartak soha ilyen intézkedéseket tenni, sőt egész egyszerűen én úgy gondolom, hogy az egész majd a jövőben kialakuló ennél sokkal nagyobb problémáért egész egyszerűen ők a felelősek. Ők a felelősek, mert hogyha megpróbáltak volna gondolkodni, hogyha a magyar embereket nem nézték volna teljesen hülyének, és nem a propagandára költöttek volna nagyon-nagyon sok milliárdot, hanem ahogy említettem már az önálló nemzetgazdaság kiépítésére, akkor jelenleg most nem itt tartana ez az ország. És hogy hogyan lehet megoldani ezeket a problémákat? Nagyon egyszerű. Hát várhatjuk esetleg ettől a magát nemzeti, keresztény, konzervatívnak való kormánytól, vagy esetleg most sokaknál felértékelődik a baloldali összefogás helyett most már baloldali szétoldás táborának bizonyos szereplői. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 33 évben ők már mindannyian bizonyították az alkalmatlanságukat. Itt egyetlen egy esélye van a magyar nemzetnek, a magyar népnek, a magyar embereknek, méghozzá az, hogyha a Mi Hazánk mozgalmat fogják erősíteni, hogyha azt az egyedüli, őszinte és tiszta hangot fogják erősíteni ők is, amit mi próbálunk erősíteni, és nem csak a ház falain belül, hanem bizony az utcára is most már ki kell menni,
mert láthatjuk, hogy azok az idők jönnek el, amikor, hogyha mi nem emeljük fel a hangunkat, akkor más nem fogja. Mi voltunk egy páran a katások által rendezett tüntetésen is, és megkérdeztük az ottani vállalkozókat, hogy mégis milyen javaslataik lennének. Tehát biztos nem csak azért jöttek ki ezek az emberek, hogy tüntessenek a rendszer ellen, persze voltak ilyenek is a baloldali felforgatók közül, de biztos vannak javaslataik. És rengeteg értelmes ilyen javaslattal találkoztunk, csak egy nagy probléma volt, hogy Magyarország kormányát ez végképpen nem érdekelte. Magyarország kormánya hétfőn terjesztette elő ezt a törvénymódosító javaslatot, kedden, ugyanazon a héten pedig már el is fogadta. Se vitára nem volt idő, sem pedig szakmai javaslatoknak az asztalra való letételére. Mi ez, hogyha nem álmokfutás? Hogyan lehetséges az, hogy a magyar vállalkozókon próbálják meg a magyar emberek mellett elverni a port, akkor, amikor őket kéne segíteni, őket kéne építeni? Ez helyett milliárdokkal, de van olyan eset, amikor 100 milliárddal vagy 100 milliárdokkal a külföldi multit támogatják, aki köszöni szépen, amint egy kicsit melegebb lesz lába alatt a talaj, már is lelépett ebből az országból, és nem marad utána semmi, csak esetleg több ezer munkanélküli. Miért nem lehetett ezeket a pénzeket a magyar vállalkozásokra költeni? Miért lenne rosszabb egy önálló magyar nemzetgazdaság, mint egy ilyen külföldi tőkések által kiszolgáltatott? Ugye ezt nem csak én nem értem, hanem valószínű önök sem. És hogyha erre szeretnénk valóban gyógyírt találni, akkor egyetlen egy lehetőségünk van, méghozzá az, hogy akik most itt vagyunk, nem elégszünk meg azzal, hogy ennyien vagyunk itt ezen a téren, hanem amikor hazamegyünk, akkor komoly erőt fektetünk abba, hogy még ennél 10-szer, 100-szor vagy 1000-szer több emberhez jutassuk el azt az üzenetet, hogy eddig és ne tovább. Mert ezek a folyamatok, ezek nem fognak megállni maguktól, már pedig látjuk, hogy nemhogy nem megállnak, hanem eszkalálódnak, akkor valakinek meg kell állítani. Hogyha a magyar kormánynak nem volt eszében 12 éven keresztül az, hogy az önálló nemzetgazdaságnak az első és legbiztosabb pillére az a magyar agráriumnak az építése, akkor nem jut eszükbe magukról. Hiszen amikor az első mezőgazdasági bizottsági ülésemen vettem részt, és meghallgathattam az agrárminiszter jelölt urat, akkor igazság szerint, amit ő elmondott, én mondtam is neki a válaszreakciómban, az én 120%-ig egyetértettem. Egy nagy problémám volt ezzel, amit el is mondtam neki, hogy leírva, és sehol nem látom a választások előtt. Hát miért nem láttam ezt a Fidesznek a programjába leírva? Ja, hogy azért, mert a Fidesznek nem volt programja. Na de hát a balosok nagyon örültek, hogy én vágom ott a Fideszt, így tőlük is megkérdeztem, de miért nem láttam akkor a baloldali összefogás pártjainak a programjába? Azért, mert nem volt pártjuk, vagy amit improvizáltak, az még olyannyira nem jött össze, hogy szegény Márki Zaja közös jelöl, az soha nem volt tisztában azzal, amit éppen szerettek volna, hogy mondjon. Egyetlen egy pártnak volt programja, ez pedig a Mi Hazánk mozgalom volt, és ez a program a Véradat program volt. És az, amit ott az agrárjelölt jelölt miniszter úr elmondott, az egész egyszerűen a mi programunk volt. Nekik miért kellett ahhoz 12 év, hogy rádöbbenjenek, hogy egy ilyen országban, ahol meg tudunk termelni 20-30 millió ember számára egészséges élelmiszer, egész egyszerűen a magyar agrárium az nem képes arra, hogy ellássa a jelenleg itt élő lakosságot. Én nem tudom, hogy ehhez miért volt szükség három Orbán kormányra zsinórban. És most így kezdték, hogy az ötödiket, mert már egy volt 98 és 2002 között, tanácstalansággal, aztán a generálódó folyamatok, azok bele kényszerítik őket legalább retorika szinten abba, hogy próbáljanak a megoldáshoz közelíteni. De hát látjuk, hogy ez csak porhintés, látjuk, hogy valójában bort isznak és vizet prédikálnak, és hát azt is látjuk, hogy mi hatalmas már azért behetjük magunkat a magyar törvényhozásba, a magyar parlamentbe, és nem állunk meg addig, amíg valamilyen eredményt el nem fogunk érni. Mert ez nem lehet egy cél, hogy a Mi Hazánk bejusson a parlamentbe, a cél az csak az lehet, hogy ennek az országnak a jövőjén, ennek a nemzetnek a jövőjén a jobb sorsán változtassunk. Én ehhez kérem az önök segítségét is, és ehhez kérem mindenki segítségét, aki esetleg majd az online térben fog minket nézni, ha már nem tudott véletlenül eljönni, vagy ha már a fotel a kényelmesebb volt, ne elégedjen meg azzal, ami most van, ha ő is érzi már azt, hogy egyre jobban szorul nyaka között a hurok, akkor bizony keljen fel ebből a fotelból, és végre tegyen valamit, mert ha nem teszünk, akkor elveszünk.
Köszönöm szépen a figyelmet!